Gáspár Sándor vagyok, 25 éves, egy Nógrád megyei kis településről származom, Szalmatercsről. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem osztatlan történelemetika szakos végzős hallgatója vagyok. Éppen a szakdolgozati fázisban vagyok, írom nagy erőkkel a szakdolgozatomat. Az egyetemen többek között tagja voltam az EGRI hallgatói önkormányzatnak, illetve a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar elnöke voltam 2 évig. Ez óriási elismerés és unikum volt számomra. Tudomásom szerint eddig nem volt cigány származású fiatal a hallgató önkormányzatban, illetve nekem is egyfajta elismerés volt az arra azzal kapcsolatosan, hogy mik az én vízióim, és mit szeretnék majd tenni a hallgatókért. Érdekes volt az, hogy amikor megválasztottak, ugye én voltam egyedüli cigány gyerek ott a hallgatói önkormányzat között, és amikor így jobban összeismerkedtünk, ilyen szervezetfejlesztő vagy valami, akkor mindig várták volna, tudod, hogy egy cigány vagyok, akkor tudok-e valami hangszeren játszani? És akkor mondtam nekik, hogy ez nem így működik, mert nem minden cigány gyerek vagy cigány tud énekelni vagy táncolni. De megvoltak ezek a tipikus sztereotípiák. 2018-tól az EGRI Roma Szakkollégium tagja vagyok. Majd egy fél évet követően elnökségi tag lettem. Ez szintén egy elismerés volt számomra, mivel nekem nagyon fontos az, amit a szakkollégium maga képvisel, az a társadalmi felelősségvállalás és az a munka, amit a hallgatók és a mentorok együtt végeznek. Az én életutam is egyfajta rögös volt, és hogy nekem is meg kellett küzdenem nagyon sok akadállyal. Fontos az is, hogy a táblatokban gondolkodjunk, hogy leérettségizzek, diplomát szerezzek, és vagy például nyelvvizsgát szerezzek, és hogy ezek olyan belső motivációt adnak, ez egy olyan motor lesz, amely segít abban, hogy elérjem a céljaimat. Nagyon jó azt látni, és pozitív visszacsatolás számomra, hogy akár az egyetemen, akár amikor meglátogatom otthon a szüleimet, akkor nem csak a barátok, ismerősök, hanem az idegenek is megállítanak az utcán akár, vagy rám érnek közösségi platformokon, hogy nagyon jó volt látni egy-egy cikkemet, vagy jó volt látni egy videómat, és hogy sokat merítenek az én életemből, vagy inspirálódnak, és hogy köszönik nekem ezt. És én ennek nagyon örülök, mert ez tényleg számomra is egy pozitív megerősítés, hogy amit én képviselek, és hogy hiteles vagyok számukra. És az, hogy én eljutottam egy bizonyos szintről a felé, hogy megteremtsem magam, és majd a családomnak a légkörét, az egzisztenciáját és biztonságát, a számomra egy üdítő dolog. Édesanyámnak ugye sajnos egyedül nevelt bennünket és testvéreimet, nagyon hamar felismertem a szegénységet, mindig támogatott és biztatott arra, hogy tanuljak, hiszen ez az egyetlen útja, módja annak, hogy mobilizálni tudjam magamat. És valahogy ez így mindig ott volt legbelül motivációként, és hogy igény volt bennem arra, hogy tanuljak. Ugye amikor bejött a pandémia, akkor sajnos a kollégiumból haza kellett költöznünk, és ez nekünk ez egy nagyon nehéz időszak volt számunkra. Azért is volt, mert sajnos édesanyám és öcsém, illetve párja elvesztették a munkájukat, mivel ők alkalmi munkából éltek. És így, mivel a családból nekem van jogosítványom, ezért volt lehetőség munkára, de csak számomra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy
nekem mondták azt, hogy nekem kell összeszedni az embereket, és feljönnöm Budapestre, és dolgozni. Ez azért volt számomra nagyon nehéz, mert hogyha egy napomat felvázolnám, akkor az úgy nézett ki, hogy én felkeltem hajnal 3-kor, 3:45-kor, 3:45-kor elindultam Budapestre, itt dolgoztam, délután 5 óráig, hazaértem este 7 órára, majd 4:45-kor felvettem egy ottani, egy szomszéd településen élő fiatal srácot, aki megkért engem, hogy segítsek az érettségében. És én akkor őt tanítottam 9 óráig, majd 9 órától megcsináltam az én dolgaimat, az körülbelül 11 óra volt, 11:30, hiszen ugye a saját egyetemi dolgaimmal is haladnom kellett, illetve mivel én már akkor külső tanítási gyakorlatomat végeztem, így készülnem kellett a tanításról is, tehát például meg kellett csinálnom a PPT-ket, meg kellett csinálnom a különböző feladatokat, hogy a diákoknak ki tudjam adni, és meg tudják csinálni. És nem egyszer, és nem kétszer fordult az elő, amikor a munkában megérkeztem, és jeleztem a főnöknek, hogy ne haragudjon, de hogy most nekem muszáj lesz mondjuk 1-2 órára, vagy akár 3 órára kiállnom, mert hogy éppen nekem tanítanom kell gyerekeket, vagy volt, amikor tanárokat kellett tanítanom az online platformoknak a használatára, hiszen nagyon sok tanár nem ismerte például a digitális munkarendet, és hogy milyen módszereket tudnak használni, milyen új alkalmazásokat, és ezeket nekem kellett úgymond megtanítanom. És ez is nagyon nehéz volt számomra az, amikor ilyen napi, azt hiszem 2-3 órákat tudtam aludni, egészen mondjuk 1,5 hónapon keresztül, és amikor már volt egy idő, amikor már az energiaitalra is úgy néztem rá, hogy már soha többet, de hála Istennek sikerült legyőzni, és 1,5 hónap után hála Istennek anyukám párja és öcsém is munkát tudott kapni, és úgymond már egy kicsit ez a teher leesett a vállamról, és már még jobban tudtam összpontosítani a saját feladataimra.